A Dobogó Extra mai vendége Mécs Károly színművész. Abból az alkalomból beszélgetünk, hogy bemutatója volt itt Budaörsön a Latinovis Színházban Hubay Miklós, Ők tudják, mi a szerelem című darabnak a férfi főszerepét alakítja. Sok szeretettel köszöntelek téged. Köszönöm szépen, szervusz Ági. Hát Hubay Miklós ugye az Írószövetségnek is az elnöke volt, sőt még kollégám, mint kiderült a rádióban, mert az irodalmi osztályt is több évtizeden keresztül vezette. Hát nem is tudtam. Képzeld el, és hát ugye én nagyon szeretem az ő darabjait, ugye az Egy szerelem három éjszakája, hát az egyik slágerdarab. Ez kedvencem volt, igen. Így van, meg a Tüzet viszek, de ez az egyfelvonásos, és olyan finom, olyan elegáns, annyira mély érzelmekkel telített, hogy régebben láttam én is a másik változatot, ami ugye a Tolnai Klár és Vinkovics Imre volt, és most olyan örömmel és olyan újra felismeréssel néztem a bemutatón, amikor láttalak téged Almás Évával és a fiatalok, aki szintén remekül asszisztálnak oda nektek a darabban, tehát azt lehet mondani, hogy mindenki maximálisan odaadóan játszott, hogy ez tényleg nekem az őszinte érzelmekről szólt. Tehát nem volt benne egy hamis felhang sem, hogy egy idős művész, ráadásul egy nagyon nagy tehetség, hát ugye mégiscsak Berliozról van szó, a híres zeneszerzőről, hogy őt hogy el tudja ragadni az érzelem, és hogy ezt te milyen precízen, pontosan, finoman, érzékletesen fogtad meg ezt a szerepet. Mikor találkoztál vele először, és te ezt hogy látod? Mert más belülről látni, és más kívülről. Ez egy érdekes dolog, mert ők tudják, mi a szerelmet, én természetesen, mint valamennyien még, akik akkoriban színházba jártunk, Tolnai Klári és Sinkovics interpretálásában ismertük meg, ami nagy-nagy hatással volt rám, hát annak idején tényleg. Éppen beszélgettem egy barátommal, ő is látta, és kicseréltük a gondolatainkat. Én speciál akkor láttam, amikor az Imrének eltört a lába, és gipszel játszott a Berlioz-t, és ebben együtt fantasztikus volt. Na most ilyenkor azért elég magasra van állítva a mérce, és az ember, ha nem is tudatosan, de valahogy mégiscsak kerülni akarja azt, hogy a másikra hasonlítson. Én a Berlioz zenéjéből indultam ki, most nem csak a fantasztikus szimfóniából, nem sok más egyébben, rengeteg zeneművét ismerjük, és nem is tudjuk, hogy ő írta, és mégis a fülünkben van. Most nem csak a Rákóczi indulat, sok más egyéb is. És ez egy rendkívül impulzív ember volt. Hát nem véletlen, hogy ő volt a modern zene egyik megújítója, hangzásban is, sok mindenben. Ez az ember másképp hallott, másképp látott. Általában a zsenik másképp látnak, másképp hallanak. A színész számára mi itt a feladat? A színész számára nem az a feladat, hogy Berlioz-t játssza. Berlioz nem lehet eljátszani. Berlioz egy volt, és ez a zeneszerző, akinek múltja van, akinek történelme van, akinek művei vannak, amikben nyomon követhető ennek az embernek az egész habitusa és élete és indulatai. Nekünk azt a darabot kell eljátszani, amit Hubay Miklós tényleg nagyon mívesen megírt. Ezt én úgy fogalmaztam meg, egy másik adásban azt mondtam, hogy a szerelem az tulajdonképpen egy futótűz. A futótűz az ellobban, borzasztó hévvel ég, és károkat is okoz, és utána marad zsarátnok, tehát marad valami, ami melegít. És ha a szerelem átalakul szeretetté, akkor ez a zsarátnok nagyon-nagyon-nagyon sokáig melegíthet. És azt hiszem, hogy ez ennek a darabnak is az egyik pillére, hogy egy ember egyszer csak föllobban, teljesen mindegy, hogy egy kamaszkori érzelem, vagy egy kamaszkori találkozás a testi szerelemmel, és a bálványozott nő inflagranti érése. Itt arról van szó, hogy ebben az emberben ez a zsarátnok éget, és nagyon jól tudjuk az életrajzából, hogy amikor Esztellát fölkereste,
akkor ő már egy rontott házasság után volt, vagy éppen egy rontott házasságban. Tehát ő ez a Hubainak ez a hipotézise, hogy visszaszerezni az elmúltat, visszaszerezni a szépet, a szerelmet, azt a nőt, aki a bálványa volt. Na hát az Évában ezt megtalálta. Éva fantasztikus partner. Mikor először együtt játszottunk, akkor ő még kis vadóc volt, én pedig már akkor főiskolát éppen befejező, szintén nyers színész, tehát igazán nem alakulhatott ki közöttünk olyan kapcsolat, amely most. Hát ti is vártatok több évtizedet arra, hogy együtt játszhassatok. Körülbelül, igen, és ez egy furcsa párhuzam a kettőnk életében és a színdarabban. Ez nagyon sikeresnek mondható választás volt, és én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy most pályám végén azért mégis egy olyan darabban játszhattam el azt, amit eddig nem engedtek el játszani, mert az embert bizonyos katuják mégiscsak kötik. Valakinek van egy exteriőrje, és az exteriőrhez kapkodja a szerepeket. Bár most már ugyan az utóbbi időben kezdett megtörni ez a török átok, hogy hős legyek. A hős, igen. Szép rövid ővel. Igen. Hős, a szép fiú. Meg, hogy ne kelljen már végre katonaruhába járni. De mennyi darabban, édes Istenem, és mennyi filmben? Ugye? Rengeteget voltam Mundérban. Én nem szolgáltam a hadseregben egyetlen másodpercet sem, de többet voltam katonaruhában, mint egy hivatásos tiszt. Tehát ez se rossz, de mindig vágytam egy kicsikét kitörni ebből, és az első kitörés ebből az volt, amikor 51-néhány éves koromban eljátszhattam a 70-től 80-ig terjedő életszakaszában élt Pius pápát, az avignoni pápát, aki Avignonba száműzött, a Napóleon, Tamás Istvánnak a Pápa és a császár című színművében, amiben hát nem titkolta, nekem írta a pápát. Hát ott át kellett alakulni, és most nem arról van szó, hogy külsőleg mit kellett csinálni, hogy egy kétórás maszkkal kellett engem egy kopaszodó idős emberré változtatni, hanem nekem tényleg meg kellett öregednem gondolatban, meg kellett öregednem fizikailag, és meg kellett öregednem eltökéltségben, az öreg emberek és az hittel teli emberek makacságával kellett végigjátszanom a darabot. Rengeteget segített, és akkor éreztem először életemben, jó, hát voltak már előtte, mit tudom én, a Görgei, amit tényleg nagyon nagy örömmel és nagy meggyőződéssel játszottam, de hogy végre ki tudtam törni, és sajnos a színésznevelés az én időmben már lényegesen gyöngébb volt, mint annak idején, az azt megelőző korokban, amikor egy fiatalembert, akiben fantáziát láttak, azt tovább vitték, és újabb és újabb feladatokkal benne terhelték. Benne gondolkodtak, és nem minden esetben volt ez jó, de sok esetben igen, tehát az esetek többségében igen, és akkor ezt az embert a csúcsig juttatták azok a lépcsőfokok, operaház. Ha valaki elkezd Mozartot énekelni, az egy elég megterhelő dolog, de hogyha azonnal Wagnerrel kezdették, akkor tönkre megy a hangja. Persze, tehát persze. A színésznél ugyanez a helyzet. Tehát előbb kisebb szerepekkel, vagy kisebb energiát igénylő, vagy kisebb hát, ottlétet igénylő szerepekkel látják el. És akkor mindig fejlesztik. Ha látják, hogy merre van a kitörési iránya. Tehát hol van ebben a gyerekben? Mi van még ebben benne? De potorjunk bele. Kellett egy Várkonyi, egy hát ehhez Várkonyi kellett, Orvai, Ádám Ottó kellett. Ádám Ottó kellett, tehát ez a nagy rendező egyéniségek kellett. Igen, hát... De volt még, aki benned gondolkodott itt Budaörsön is, hiszen én láttam azt a bemutatót az Ifjúsági Házban, ami ide kötődött, és ami szintén rád íródott, sőt, te rendeztél is, meg játszottál is. Hát igen, ez életem egyik legnagyobb megpróbáltatása volt valóban Éles Béla féle színházban. Tóth Máté Miklósnak, aki volt színész kollégám, aztán később Cenk módon átment írónak, és most már szem 30 könyv körül tart, rendkívül termékeny, és nagyon sok történelmi
eseményt dolgoz föl, és többek között ez a Rákóczi fikció, amely tulajdonképpen Rákóczi György és Rákóczi Ferenc beszélgetése Rodostóban, ez nem valószínű, hogy létrejött, de minden esetre ugyanolyan fikció, volna, mint a Hubainak, mint a Hubai, az ők van. Tudják, mi a szerelemje. Hogy... Igen. És hát ezt ő megírta. És aztán, hogy ne legyen mégiscsak egy felvonásosát a hogy is volt a címe? Jaj, nézd oda. Összetett címe volt. Igen, kettős címe volt, a Zsoltáros és a Zsoldos. És hát mind a kettőnek én játszottam a főszerepét, és én rendeztem. Mikor egy kollégámat megkérdeztem, aki név szerint amúgy öcsém, Tordi Géza, megkérdezte, hogy mit csinálsz, és mondtam, és akkor mondta, és kijátszom, mondom, azt is én csinálom, hát te hülye vagy, mondta ő, talán egy más szóval, de rendkívül határozottan, és akkor sajnos rá kellett jönnöm, hogy Gézának igaza volt, ez egy ördögi munka, az ember önmagát nem tudja rendezni. Kértem embereket, jöjjenek be, szóljanak. Sok nagy hibát nem vétettem, de talán a ritmus, amit én diktálok, az a ritmus, az a rendező ritmusa nem biztos, hogy jó. Tehát muszáj két fejnek lennie, aki másképp gondolkodik, vagy legalábbis mást lát bizonyos helyzetekben. Hát aztán lement, és tulajdonképpen siker volt. Aztán később ugyanezt a Zsoltáros és a Zsoldost, ezt eljátszottuk Udvaros Bélánál is. Akkor egy másik szereposztásban, de ott már az Evangéliumi Színházban, igen. És ott már ő rendezte, gyakorlatilag nem adott sokkal többet az a rendezés sem, mint amit én elképzeltem róla, de megvolt a biztonságom és a nyugalmam, hogy egy értőszemű ember nézi, és tudja, hogy mégis nehogy valami ostobaságot, vagy valami olyan hát hiányosságot hagyjak hátra magam mögött, ami az egész darabnak a létét befolyásolja. Amikor Almás Évával beszélgettem, akkor őt is megkérdeztem, hogy mi a kötődése Budaörshöz. És mondta, hogy szeretettel jön ki, van egy kis ismerős, ugye, és említette Szent Martint, de hogy egyáltalán, amikor ide kijöttetek próbálni, akkor kicsit sétáltatok, gondolom elszívtatok néhány cigarettát ott a színház előtt, és hogy ez egy nagyon kellemes kis város, mert sokan csak a bevásárlóközpontokat ismerik, akik nem itt laknak. No, nyertél, mert azt nem ismerem. Én egyetlen egy bevásárlóközpontban nem jártam. Nagyon sokan Pestről kijönnek ide, de én is úgy gondolom, hogy ennek van egy hangulata. Én mondjuk egy olyan zsákutcában lakom itt a domboldalon, amit azért szeretek, mert hogy az egy olyan kis külön kis sziget a szigetben, és jó levegő van, és csönd van, és csak a kutyákat lehet hallani, és olyan kellemes, megnyugtató a környezet. Úgyhogy Budaörsnek két arca van, hát az egyik ugye ez a nagy forgalmú, és ezek a központok, a másik meg az, hogy ilyen kis kertvárosi, kis nyugodt, könnyed, vidéki életmód, amit itt lehet élni. Igen, ez egy furcsa vegyülete a nagyvárosnak és a kisvárosnak. Mert ha úgy vesszük, akkor Budaörs főutcája, bár kisvárosi jellegű épületekkel szegélyezett, mégiscsak egy nagy forgalmú út, tehát gyakorlatilag, hogy mondjam, csak kis filiália a nagy országútnak, és tényleg a bevásárló, az ide tartó bevásárlók azok egy más útvonalat járnak, tehát azok Budaörset valóban nem ismerik. Tulajdonképpen Budaörsnek én azt a szakaszát szeretem igazán, ami úgy Budakeszi felé lévő úton van, és a jobb oldalon lévő domboldalt, és mindig nézem a Kálvária hegyet, amikor megyek az M7-esen, hogy ez tulajdonképpen tényleg egy nagyon jó színhely egy Kálváriára, de arra gondolok, hogy akkor nyáron ott 45-50 fok van, akkor már korán sem tűnik olyan vonzónak. Igen, így vannak a passió játékosok is, azt hiszem, úgyhogy igen, nem is minden évben van, csak ritkán tartják meg a passió játékot. Igen, hát hallom, hogy ennek azért komoly financiális okai is vannak. Bizony, mert az akarat és a szándék meg lenne rá, sőt az igény is hozzá.
Hát Budaörsnek nagyon-nagyon sok problémával kell megküzdenie, az az érzésem, mert egyrészt ezt a hihetetlen forgalom, ami erre a városra zúdul, ugyanakkor a város, a nagyváros közelsége talán egy kicsikét alvóvárossá is teszi, hogy sok ember jár be innen ingázva a fővárosba dolgozni, mert hát, és ez tulajdonképpen valahol az ősöket igazolja, hát én mondjuk egy olyan családból származom, amelyik 1700-as években vándorolt be Magyarországra, és ezek a svábok és bajorok és különböző nációk a német területről, akik bejöttek, és akik itt komoly prosperitást hoztak, és akiknek a szorgalma és a tisztessége és a munkája megteremtett egy bizonyos színvonalat és kiszolgálta a fővárost. Ezek mind innen indultak ki, és csak csodálkozni tudok, hogy tudhatták, hogy ebből a Budapestből nagyváros lesz, és itt Budaörsön, Budakeszin és a Solymáron és a környező községekben micsoda nagyszerű életet lehet élni, milyen nagyszerű mezőgazdaságot lehet csinálni, milyen belterjesen lehet gazdálkodni. És ez a háború utáni időszak, amikor hát ez az ostoba kitelepítés történt, mint ahogy hát sok más helyen is nagyon komoly károkat okozott, ez mondjuk azt hiszem Budaörset sem kímélte meg. Így van, pontosan. Tehát innen sok olyan... mindig meg is emlékeznek, hál' Istennek. Nem szabad elfelejteni, de nagyon sok gyökere van még a német nemzetiségnek, és ápolják is a hagyományokat. Igen. Nagyon komolyan. Tehát ez biztos, hogy a város az ugyanúgy, mint a görög kisebbség, vagy a ruszin, igen, vagy egyéb. És hát ami a döntő, hogy ezek az emberek, akiket innen kitelepítettek, és bekerültek valamelyik német közösségbe, ahol tovább éltek, és ahol aztán befejezték a munkás életüket, ezek jönnek vissza. Mert ők ezt a földet tartják a hazájuknak. És ezért borzasztó minden ilyen elűzés, meg vivisekció és tönkretétele bizonyos nemzetiségekről. Így van, minden élve boncolás, ahogy te mondod. De most térjünk vissza egy kicsit még rád. Jó, akkor már hogy egy kicsit a te életedre és a te életstílusodra is kíváncsi vagyok. Tudom, hogy nagyon szereted a komoly zenét, és feleségeddel együtt gyakran jártok koncertekre, hallgattok zenét, és hogy nagyon nagy könyvtárod van, de nagyon szeretsz olvasni. Vannak olyan periódusok, amikor más műfajok érdekelnek? Tehát van, amikor verset olvasol, van, amikor történelmi regényt, van, amikor tudományost, van, amikor utazással kapcsolatos könyveket. Tehát mi szabja meg az érdeklődési körödet? Ez teljesen rapszodikus. Volt egy időszak, amikor Márai nélkül nem feküdtem le. Uh-huh. Állandóan Márait olvastam. De úgyhogy 14 évig játszottam a Kalannak a főszerepét, méghozzá két verzióban. Egyszer Budapesten a Pince Színházban, és aztán lent a Szolnoki Színházban. Uh-huh. Más partnerekkel, más húzással, sőt volt, amikor a kettőt kevernem. Az nagyon nehéz. Ez ördögi munka volt. De nagyon szerettem, és Márait különösen, mert valahogy a gondolkodásomat is egy kicsit befolyásolta, holott az ő hatása azért igazán nem, hogy mondjam csak, nem határozta meg az én mai álláspontomat. Én nagyon kevéssé vagyok cinikus. Benne megvolt egyfajta ilyen Latiner cinizmus, ami úgy kicsikét fölötte lebegett. Hogy ez nála póz volt-e, vagy pedig valódi, ezt nem lehet tudni, de hát ez nem egy irodalomtörténeti óra, hogy itt Márairól beszéljünk. Kizárólag arról van szó, hogy egy ideig tényleg nagyon-nagyon szívesen olvastam, és ma is ott áll a napnyugati őrjárat, a naplójának a 45-ös része, ami számomra meghatározó, mert hát én ezt már végigéltem. Hát elég szomorú dolog, hogy már egy világháborún túl vagyok, meg egy forradalmon túl vagyok. Remélem már a második, a harmadik világégés. Jaj, ne is mondj ilyet. Hát sajnos. Habár San Diego-ban ő, amikor megkérdezték, hogy miért nem jön haza a Mikó utca gesztenyefái közé, akkor ő azt mondta, hogy hát magamhoz én is szívesen hazamennék. Igen. De hát már igen, nincs az a magamhoz. Igen, hát nincs az a magamhoz, és egyre kevésbé van a színházban is a magamhoz. Minden változik.
nem minden rossz irányba, de vannak rossz tendenciák is. Én nagyon visszatérve a könyvekre, mert most megakasztottalak, hogy olyan kíváncsi vagyok, hogy mi érdekel téged a világban, mit olvasol, mit figyelsz, mi az, ami kitölti a napjaidat amellett, ugye, hogy játszol ezek szerint, most is, meg feleségeddel utazol, meg... Hát most már kevesebbet utazunk, de azért minden évben valóban elmegyünk, az tény. Meg koncertekre jársz azért. Hát a koncert az magasan a legnagyobb szórakozásunk, meg kell, hogy mondjam, mert nem csak a... Hát a Liszt Ferenc Kamara Zenekar az számunkra az etalon, mert ugye nem csak a Rolla Jánoshoz fűződő tényleg testvéri viszony, és barátság, hanem egyszerűen a zenekar kuratóriumában is benne voltam, most mondtunk le, öregkorunkra való tekintettel csinálják most már a fiatalok. De egy zenekar életében részt venni, az már önmagában véve egy csoda, egy fürdőzés egy másik művészeti ágban, de hát bárhol, hát ott van például a Ötvös Tudományegyetemnek az énekkara és a zenekara, koncertzenekara csupa amatőrből áll. Elképesztő műveket mutatnak be, úgy képviselik a magyar zeneirodalmat, hogy a mostani komponistáknak a műveit mutatják be, és meg kell mondjam, hogy ott is szinte beltagként vagyunk jelen, tehát állandóan ott vagyunk ezeken a koncerteken, vagy amikor tehetjük, hát hiszen ez természetesen időfüggő is. És itt Budaörsön is nekem nagyon nagy zenei élet van, és itt is van két remek kórus. Igen, fúvós zenekar is van. Hogyne, meg két kórus is van, egyik jobb, mint a másik, a Promuzika, meg a Sapszon Ferenc kórus. Így hát tudom, hogy a Sapszon Ferenc komoly műveket rádiós. Adnak elő, így igen, van, és Rost Andrával közösen például koncerteket adnak, úgyhogy ez nagyon fontos, én is úgy gondolom, hogy a mai fiataloknak legyen valami, tehát ne csak az internet, ami azért mindannyiunkra azért hat egy kicsit, tehát maga hát nevében is beszélhetnek. Hát így van, pontosan, így van, így van. De hogy azért legyen a sport, legyen a művészet, legyen a zene, mert a zene az nagyon fontos. Az, ami átmossa az ember lelkét. Másra nem igen számíthat. Az olvasmányaim közül pedig, hát ha visszatérve, egy hatalmas könyvtáram van, és mindig az határozza meg, hogy mi érdekel, hogy éppen milyen gondolatkörben dolgozom, vagy gondolkodom, de meg kell mondjam, az otthoni beszélgetések is inspirálnak arra, hogy egy és bizonyos tárgykörben valamit perfektuáljunk, utána nézzünk ennek, annak, amannak. Hát bennünket nagyon sok minden érdekel, a feleségem is rettentő szereti a verseket, azokat is olvassa. És nálunk még az is divat, hogy én néha fölolvasok. Néha felolvasok otthon, és ez úgy magától jön, hogy szeretném közölni vele azt, hogy tulajdonképpen most olvasok valami érdekesen, na ezt hallgasd meg. És akkor elolvasom, és felolvasom, és akkor megbeszéljük. Vagy nem beszéljük meg, csak hallgatunk, mert tudjuk, hogy mit gondolunk a dolgokról. Mennyire érdekel a politika a világban? Történő események. Érdekel a politika, mert a saját bőrünkön érezzük, hogy a politikának mi a kihatása, és én megmondom őszintén, nagyon-nagyon szeretném azt, hogyha ez a fajta jó irányba menő, és lassan a nyűgöket és a dolgokat levető a politikai áramlat tovább is tudna fejlődni és kiegészülni, hibáitól megszabadulni, mert hiszen aki nem dolgozik, csak annak nincs hibája. Tehát minden politikai áramlatnak megvannak a maga gyengéi, most ha ezek a gyengék kiküszöbölhetők, és lehet őket valamilyen módon korrigálni, akkor tegyük meg, ne szégyeljük. És én úgy nézem, hogy itt most... Nem akarok én aktuál politizálni, mert végsősorban a politika ma az, ami holnap már egészen más. De egy biztos, hogy én emellé a polgári oldal mellé letettem a voksomat. Én itt jól érzem magam, én nekem itt helyem van, az én gondolataim azok megegyeznek azzal a fajta evolúciós gondolatsorral, ami ennek az országnak valóban szükséges.
boldogan venném, hogyha ez az ország most semlegessé válna. Mm-hmm. Hogy kiszabadulnánk ebből a mindenféle különböző hatalmi békjóból, és akkor azt mondanak, hogy tessék, itt ez a Magyarország, ezt most körülírtuk, ez egy kis Svájc, ennek miután minden lehetőségünk, és minden adottságunk megvan hozzá. Csak egyszerűen valahogy mindig, hát itt élünk a nagy országúton, és ez az országút, ez politikailag minket nagyon-nagyon determinál. De én remélem, hogyha az emberek végre egy kicsikét észhez térnének sok esetben is, és rájönnének arra, hogy nem csak hőzöngésből áll a világ, hanem tenni is kell valamit azért, hogy a jövő szebb legyen, és hogy a gyerekeinknek vagy az unokáinknak valamit hátra tudjunk adni, hogy tessék már elkezdeni dolgozni, és nem spekulálni és simléskedni, és nem azon törni a fejünket, hogy hol tudjuk a másikat átverni, hanem hogy mit tudunk oda tenni az asztalra. Hát és ha mindenki oda teszi a maga kis rizét, akkor ez egy jó piknik lesz. Akkor mindenki jó fog lakni. Igen, mennyire igazad van. Most, még hallgattak téged, pont az jutott eszembe, hogy nálunk ugyanígy működik ez otthon, hogy mindent megbeszélünk, és az én 18 éves fiam is oda jön hozzám, hogyha olvas egy Coelho regényt, vagy egy Charles Bukowskit, és akkor felolvas bele részletet, vagy például ma is hozta, hogy jaj, anya, felfedeztem egy Adi verset, nem akartam mondani, hogy ezt már nagyon sokan felfedezték, a Harc a nagy úrral című verset. De azt ő fedezte most föl. Ő fedezte föl saját magának, és felolvasta nekem, hogy igen. Látod, anya, azt mondták, hogy ha valaki megtanul egy Adi verset, akkor kap egy ötöst, és ezt én most találtam magamnak, és ez most úgy érzem, hogy ez nekem szól. Úgyhogy én hiszek ebben, igen. Egy ötletet adhatok ezzel kapcsolatban, ezt a verset azt hiszem a legjobban az Őze Lali mondta, hát ha megvan valahol az interneten. Na akkor meg fogjuk nézni. Meg fogjuk nézni, mert én úgy vakoskodva, mert ugye félig meddig tudtam kívülről, de azért én is elolvastam igen. neki, mert ugye az interneten volt természetesen a vers, mert most már honnan olvasnának, pedig gyönyörű Adi kötetünk van, sőt karácsonykor is én a nagyfiamnak egy antikváriumból még egy gyönyörű szép Adi kötetet vettem. Olyan szép köteteket mert olyan kapni. Gyönyörűek vannak, és úgy örült neki, hogy kapott. Vettem Radnótit az izéből, ilyen dúróból egy teljes a Radnótit. Igen, gyönyörű, tényleg. Ezek más az illatuk, más a fogásuk, minden az ég adta a világon, és akkor én is felolvastam neki, hogy én hogy gondolom ezt a verset, és akkor mondta, hogy hát lehet, hogy igazad van, anya, hogy ott a pénz beszél, ott a nagy úr, és akkor itt meg én vagyok a költő. Tehát, hogy elkezdtük úgy elemezni, de ez visz előre, ez, amit te mondasz. Hogy, hát ez hogy, nagyon hogy, fontos. Hogy, ennél fontosabb dolga egy szülőnek nem lehet, mint hogyha a nyiladozó gyerekét rávezeti arra, hogy mi a szép és mi a jó. Aztán ő majd tovább viszi, és akkor esetleg az tovább. Az egész társadalomra kibővítve ennek így kéne működnie. Hát ennek így kéne működnie. És én nagyon hiszem, és nagyon remélem, én optimista vagyok, hogy azért kérem szépen, térjünk észhez, és tényleg kezdjünk el azon dolgozni, hogy és ne egymást furkáljuk, és ne ez a megállás nélküli debakálás, és orcavágás, nagyon finoman szólva, hogy amikor a másik van hatalmon, akkor a semmi se jó, amikor nem. Mindegyikbe lehet jó, de ami nyilvánvaló gazemberség, az maradjon nyilvánvaló gazemberség, és kapja meg a méltó büntetését. Ez például a másik nagyon fontos egy társadalomban, hogy semmi, ami inkorrektség, semmi, ami múltba visszamenőleg, ne évüljenek el a disznóságok. És nem mondják azt, hogy hát most már könnyen beszél, mert ő már 5 év eltelt, most már elmúlt az egész. Nem múlt el. A bélyeg ott marad, és sajnos az emberek feledékenyek, de én annyira nem vagyok feledékeny, bár én is eléggé feledékeny vagyok. De tudom, hogyha megjelenik egy arc, hogy ez miért antipatikus nekem. Ezért. Ezért, mert ezt tudom róla, meg ezt hallottam róla, meg ez volt a tény, és egyszer csak eltűnt, és leveszik róla a jelző bilincset, és akkor azt mondják, hogy és egyszer csak úgy eltűnnek, és ezek a inkorrektségek egyszerűen felszívódnak, és aztán úgy elfelejtődnek. Hát ennek nem szabad lenni. Egy társadalomban, ahol törvények uralkodnak, ott a törvényeknek hatniuk kell. Ez a priori. Aztán
mindenki egyéb gondol, amit akar. Ezt el kell higgyük neked, meg én is pontosan ugyanígy gondolom, hiszen a tapasztalat az mindenképpen fontos, hiszen egy férfi életében elárulhatjuk, hogy jövőre te már 80 esztendős leszel. Hát én tehát már 80-dikban vagyok. Igen, tehát 79 év áll mögötted, tehát amiket itt mondasz, az bizony nagyon-nagyon meg kell gondolni, és meg kell fogadni, mert tudod, hogy mit mondasz, tudod, hogy mit éltél át, tudod, hogy igen, mi volt mögötted, és mi az, amit vársz, hogy legyen még előtted. Hát kívánom, hogy... Hogy legyen még előtted. Hogy legyen valami még előtted, és én olyan évek, vállalom, és olyanok legyenek, mint ahogy te ezt elképzeled, és én boldogan vállalom, és nagyon szeretnék, tényleg nagyon szeretnék boldog lenni továbbra is. Eddig se voltam igazán boldogtalan. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Kedves nézőink, a Dobogó Extra mai vendége Mécs Károly színművész volt. Abból az alkalomból beszélgettünk sok-sok mindenről, hogy ő itt most egy főszerepet alakít, Hector Berlioz-t, Hubay Miklós, ők tudják, mi a Szerelem című színdarabjában. Elköszön a szerkesztőműsor vezető, Linka Ágnes.